OTP vezér, MLS elnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari befektető. Csányi Sándor immáron sokadik éve végez az első helyen a leggazdagabb magyarok között a Forbes magazin listáján. Vagyona egy év alatt 11 milliárd forinttal nőtt, ezzel elérte a 294 milliárd forintot, vagyis átszámolva dollármilliárdos lett. Csányi Sándor mögött több mint 100 milliárd forinttal lemaradva ugyanazok következnek, akik az elmúlt években. Demján Sándor, Gattyán György, Széles Gábor és Bige László. Fontos változás, hogy a tavalyi második Bige László a Nitrogén Művek ZRT-be fektetett fejlesztések miatt 62 milliárd forintot veszítve visszacsúszott a hatodik helyre. Mögöttük viszont új szereplők tűntek fel, mondja a magazin szerkesztője. Alapvetően azt látjuk, hogy a politika közeli szereplők azok nagyon erőteljesen terjeszkednek. Vagyis ők gazdagodnak feltűnően. A lista szerint a tavalyi év legnagyobb nyertese Mészáros Lőrinc. A felcsúti polgármester, aki 3 éve még nem is szerepelt a listán, egy év alatt megháromszorozta a vagyonát, ami most arra elérhette a 100 milliárd forintot. Hogy mennyi pénzem van? Van, amikor elég, van, amikor kevés, van, amikor sok. A Forbes magazin szerint egyre több. Mészáros Lőrincnek mostanra 121 cégből álló vállalatbirodalma van. Az érdekeltségében van fociklub, építőipari és mezőgazdasági cégei, több ezer hektár termőföld, szállodalánc, kempinghálózat a Balaton partján, az ország negyedik legnagyobb bankjának egy része, egy tévé és több mint 50 újság internetes oldal. A magazin szerint Mészáros cégei csak az elmúlt egy évben majdnem 250 milliárd forintnyi közbeszerzést nyertek el egyedül vagy más cégekkel konzorciumban. Szinte teljesen ellentétes utat járt be a listán az elmúlt években Simics Kalajos. Azután, hogy a közgép tulajdonosa összeveszett Orbán Viktor miniszterelnökkel, a hatodik helyről mostanra a 21. helyig csúszott vissza, vagyona pedig kevesebb, mint a felére apadt. Kis pénz, sok pénz. A nyertesek közé tartozik viszont Andy Vajna. A filmügyi kormánybiztos és kaszinó tulajdonos az elmúlt egy évben a TV2 mellé több megyei és országos napilapot is megvásárolt. Ezzel 5 helyet jött előre a listán. De szintén tovább növelte vagyonát Garancsi István, a Market tulajdonosa, akinek a cége építette tavaly például a vizes VB-re a Duna Arénát. A Forbes magazin 33 fős listáján idén 3 új név szerepel. Ahhoz, hogy valaki felkerüljön a ranglistára, 31 milliárd forintos vagyonra volt szükség. Az összesítés alapján pedig Magyarország 33 leggazdagabb emberének összesen több mint 2600 milliárd forintos vagyona van. Horváth Nándor, RTL Híradó, Budapest.